Kemény Géza az Arany Ára címmel írt egy színdarabot évekkel korábban, és ezt újra és újra átírta, és a József Attila Színházban fogjuk bemutatni, Eldorado címmel. Ugye annak idején a filmet is ő írta és rendezte, Eldorado címmel, és most engedélyt adott, hogy ez a legeslegújabb változat, mert ugye ez a legújabb átirata, ez Eldorado címmel menjen. Ez természetesen elég jó reklám az előadásnak, és hát nagyon tömören meg is fogalmazza ezt a hangulatot, amiben játszódik a történet. És ennek vagyok én az egyik főszereplője, Eperjes Károly játszott a filmen zseniálisan, hát én nyilván más leszek, nem a zseniális szót szeretném másik szóval helyettesíteni, hanem én Csankó Zoltán leszek, nem pedig Eperjes Károly. Számomra ez az előadás egy nagyon-nagyon intenzív lelki állapot. Pont azt a részt próbáltuk most, egy mondatban, az első rész nagyjából egy nap, amikor is én Bécstől Budapestig gyalogoltam 9 hónapos terhesen, majd hajnalban megszültem a gyermekemet, a kórházba orosz katonák vittek be teherautóval, be kell jelentenem az apámnak, hogy megérkeztem és gyerekem született, aki lefizeti a pasimat, hogy a férjemet, gyermekem apját, aki el is húzza a csíkot, tehát még el is válok, majd bemutatják a jövendőbelimet. Hű, de spoilermentes voltál! Úgyhogy ez egy nehéz nap, és... Hát igen. És így tovább. Egyébként teljesen mindegy, én nem terhelem meg magam azzal, amiről itt korábban szó volt, hogy hány év van köztünk, tehát én nem akarok 20 éveset játszani, de nagyon-nagyon függő a szülőkhöz a viszonyom, és valójában annyira alkalmatlan vagyok anyaként, szerintem anyának, hogy a nagyszüleim nevelik a gyermekemet, és valójában anya-gyerek kapcsolat nem is nagyon van, sokkal inkább az apámmal való kapcsolatomat mutatjuk meg. Én vagyok Monoriné, a főszereplő Csankó Zolinak a felesége. Tehát szerintem a 20-as éveiktől házasok, és van egy közös lányuk, együtt viszik a standot, ebből élnek, ez az életük, és hát mindent tudnak a másikról, minden rezdülését. Tehát mint egy házas pár, próbálunk mi is így a próbákon összeszokni, hogy így legyenek dolgaink, közös dolgaink. Úgyhogy most a próbaidőszakat legfőképpen ezt keressük egymásban is, hogy mit találunk. Tehát mint egy összeszokott párosnak kell mutatkoznunk, és a rendező is sokat segít ebben nekünk, Funtek Frici. Úgyhogy ez egy nagy keresés magamban is, mert egy eléggé zárkózott, istenfélő, milyen vallásos asszonyról beszélünk, egy másik korban, mint amiben most élünk, és ez egy kicsit át kell alakulni lélekben is, hogy valahogy így érezzem, és tudjam, hogy ő mit szeretne. És minden sokkal egyszerűbb, nincs túl bonyolítva, abban a korban sem, és a nőnél sem. Tehát nagyon tisztán, egyenesen, és őszintén kimondja a dolgait. És talán az egyszerűségében van a titok. Teljesen más karakter, amiben ugye bele kell olvadni egyáltalán. Hogy tudsz ezzel azonosulni? Rákészültél bár, hogy gondolom nem jársz templomba két naponta, hogy fölkészülj, de valami trükkje van? Színész. Hogy ennyire jó színésznő vagy? Ez egy út, az, hogy ki jó vagy ki nem, az szubjektív. Mindenkinek van egy útja a hivatásában, mert ez egy hivatás, és ez egy állomás nyilván, és minél több olyan szerepet játszik az ember, ami távol áll tőle, az tágítja a határait. Talán ezért is jó egy ilyen szerepet. Én inkább várom, és minden évben most próbálok egyet elvállalni, mert nagyon sokat forgatunk a sorozatban, hogy egy darabra koncentrálj, elég sok futó darabom van, és emellett döntöttem, mert azt gondoltam, hogy ez annyira távol áll tőlem, hogy a legnagyobb kihívás ebben az évadban nekem ez a darab. Nagyon jó. Tehát erre vagyunk kiképezve. Tehát nekem az a jó, ha minél nagyobb dolgokat kell megugrani. Hát különben akkor miért csinálnám? És hát közben meg az ember talál is magában, bocsánat, olyan sok mindent, amit nem is hisz, hogy egy szerep ki tud hozni belőle. Tehát lehet, hogy egyszerűen éppen ez a vallásosság, vagy ez a mély érzés, ez a hit, ez most előhoz belőlem is egyfajta mélységeket, vagy elgondolkodást, vagy valami áhítatott bizonyos pillanatokban az életemben. Úgyhogy ilyenkor mindig egy kicsit áthangolódik a saját életünk is. Kicsit elcsöndesedünk. Megőrülök a hangottól, mindenféle mozi siker van a szemem előtt.
Igazgató úr, sietek, még van pár kérdés is, aztán... Ennyi volt, köszönjük szépen! Ennyi volt, Karcsi! Kérlek, fáradj be, átadom. Igen, de most együtt. Jó, most együtt? Rendben. Akkor... de zavarba jöttem, mindjárt belejépek az internetbe. Na, szóval... Már azt gondolom, hogy ez az időszak, hisz ilyen 2-3 hete kezdték el a darabot újra próbálni kollégáink, hisz volt egy olvasó próba és egy rendelkező próba időszak még karácsony előtt, és ez az időszak nagyon izgalmas szerintem mindenki számára. Tehát hiába indul el egy rendező egy koncepcióval, ami nagyon fontos, hogy ő tudja, hogy mit szeretne csinálni, de hála Istennek, hogy a színház ez egy közös gondolkodás, és biztos vagyok benne, hogy azok a szituációk és azok a megoldások, amik délelőtt és a próbák alatt történnek, formálja magát a rendezőt is, hisz indít azokból az emberekből és azokból dolgozik, akik a színpadon vannak, a színész kollégák. Ez egy közös játék, és az nagyon jó, ha egy határozott rendező irányításával működik, de a színház, hála Istennek, hogy egy élő műfaj, és ebből fakadóan azok az érzések, amik bennünk vannak és megfogalmazódnak, azok jelen lesznek folyamatosan az előadásban, és formálódnak. Csak abba gondolok bele, hogy amikor a szereposztáson gondolkodtunk, és abban még nem gondolkodtunk együtt mondjuk Pikali Gerdával, hanem Funtek Frigyessel gondolkodtunk, hogy ki legyen az anya, ki az, aki ebben a rendezésben Csankó Zoltán mellett egy olyan pár lesz, aki erősíti vagy gyengíti már a színpadi szituációban nem a színészetét, hanem a helyzetét, hogyan viszonyulnak egymáshoz, mi az a titok, ami összetartja ezt a két embert, hogy ki legyen az a hölgy, és valószínűleg tartom, hogyha ön is ránéz a Gerdára, inkább egy díva jut eszébe, és nem egy istenfélő asszony, aki folyamatos rettegésben éli az életét. És... Nem ez jut eszembe, igen. Igen, igen, de hogy ez a féltés, ez az asszonyi féltés, gondolom ugyanúgy benne van, hisz van két gyereke, és vannak olyan szerettei, akikért ugyanúgy féltő szeretettel viseltetik. Tehát, hogy mi minden lehet egy-egy szerep megformálásában, és hogy hogyan, miért jut eszébe Funtek Frigyesnek, hogy Gerda játssza az anyát. Úgyhogy mellette a lányát játssza Kovalik Ági, aki ő is közötte van pár év különbség, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a benne levő emberi érték és színészi adottság hogyan teszi élővé ezt a kapcsolatot. Már értem, igazgató úr, látja már igazgató úrat, mondok, nem rendezőt, hogy miért jött ide dupla interjú. Önök legalább nem fáznak így összeborulva. Igen. Mindennek van valami hát, jósága. Hát figyelj, ti is összetudok bújni, figyelj. Nem bírom tovább. Ó, már megfagyok. Nagyon szépen köszönjük. Mit gondolsz a guatemalai kormány külpolitikájáról? Nekem egyszer azt mondták, hogy arról beszéljek, amiről akarok. Szóval, Marika! Jól van! Hello, Bobby! Jó. Bocsánat, nem tudtam kihagyni. Köszönöm szépen! Hello! Nos, akkor, hogy ne húzzuk az időt, beszélgessünk a guatemalai kormány külpolitikájáról.